Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió sportmagazinját, a Sipszó utánt látják. A Lajos Mizse elleni 3-1-es győzelemmel zárta a KFC a bajnokságot szombat délután. Kohány Balázs együttese az újabb 3 ponttal a tabella előkelő 5. helyén végzett. A feszített tempó és a sok sérülés ellenére igazán jól teljesített Kohány Balázs együttese az utolsó fordulókban, így a záró meccsen a Lajos Mizse ellen is. Igaz, hogy az első félidőben még úgy tűnt, ellenfelünk kifog rajtunk. Erre készültünk erre a mérkőzésre, hogy egy jó tavaszi kalocsát meg tudunk szorongatni. Ugye, hogyha felvételeket visszanézzük, ugye szeretném az a 42.-40. perc azért bent lenne, amikor ez egyértelmű kezet nem látta kéznek a partjező, meg sem a bíró. Abban a periódusban ugye 11-eshez jutunk, teljesen más a játék képe. A másik félidőben természetesen ugye egész tavasszal azzal küzdöttünk, hogy sok sérültünk volt, eltiltottunk volt. Mai mérkőzésre is egy nagyon-nagyon ilyen drótozott kispaddal, ilyen drótozott csapattal tudtunk kiállni. És a második félidőben látszott, azért elfáradtunk a második gól után. Hát ennyire futottam most nekünk. Gratulálok a Kalocsának az egész tavaszi szerepléséhez, meg a mai mérkőzéshez. Mindössze 2 cserejátékos volt a tartalék a kispadon, így aztán nem nagyon lehetett gazdálkodni, és az látszott a csapaton, hogy a második félidő közepére el is fáradt. Egyértelmű, az előbb kitértem rá, hogy az egész tavaszunk 6-7 kulcsjátékos hiányzásával telt el. A mai mérkőzés, hogy említettem is, hogy alig tudtuk összedrótozni a csapatot. Úgymond a tartalékok közül is, aki ma pályára tudott lépni, az előző meccseken eltiltott volt, sérült volt, és így nem lehet partiba lenne egy ilyen megújuló, megfiatalodott kalocsával, akik azért elég mozgékony és jó fotballt játszottak. Ameddig tudtunk, hogy lehet látni, vissza lehet nézni, partiban voltunk. Még egyszer, tehát kitérnék rá, hogy olyan szituációban, amikor tényleg még mi uraltuk az első félidőben a mérkőzés, nekünk voltak helyzeteink, akkor egyértelmű 11-es nem kaptunk meg, és ez döntően befolyásolta a játék kimenetelét. Nem mondom, hogy megnyertük volna a mérkőzést, de egy X-re jók lettünk volna. Az mindenki, mi is elégedettek lettünk volna azzal. Jelen pillanatban kicsit csalódottak vagyunk, de tudomásul veszik, hogy ez van. És így kicsit el tudunk menni pihenni a nyárra, és majd akkor ősszel újra megpróbáljuk. Milyen tervekkel indult neki Lajos Mizse ennek a bajnokságnak? A bajnokságnak? Hát ugye az volt a középtávú tervünk, hogy 6 és a 10. hely között szerepeljünk. Ősszel, amíg a játékosok megvoltak, és tudtunk frissíteni, ugye jobb, ott voltunk a középmezőnyben, ma tavaszra pedig ugye csak az alját súroltuk a céljainknak. A 10. lettünk, se előbb, se hátrébb. Szerettünk volna szépen búcsúzni a tavasztól, meg a szurkolóinktól, a pártól, aki elkísért minket. Azért elég kevés játékosa van Lajos Mizsének, aki hadrafogható most. Próbáltok-e nyáron esetleg új játékosokat szerezni? Természetesen, meg hát várjuk a sérültek felépülését. Azért még mindig jelen pillanatban is 4 sérült játékosunk van, akik az őszi jó teljesítményünkből nagy részt az ő jó teljesítményükkel sikerült kihoznunk, amit ki tudtunk hozni. És azok ugye kiestek, és jelen pillanatban is ugye már egyeztettünk játékosokkal, ugye természetesen kell, mert lesz, aki abba hagyja, meg lesz, aki máshol folytatja, mindenféleképpen fogunk igazolni. Van azért a környezetetekben, hiszen a másodosztályban Városföldből jó néhány játékos lehetne igazolni, nem tudom, hogy ők szóba kerültek-e. Igen. Tehát, hogyha ezek ilyen háttérinformációk, amivel rendelkezel, akkor a lépéseink ilyen irányúak voltak. Ugye van ott játékosunk, akit elengedtünk tavaszra, hogy játékba lendüljön, mert ősszel azért jobban megvoltunk, bővebb keretünk volt, őt is vissza fogjuk hozni, illetve fogunk Jánosalmából és a Városföldből még erősíteni. A KFC szempontjából kedvezőtlen első félidő után sikerült feljönnie Kohány Balázs játékosainak, így végül 3-1-es győzelemmel zárták a bajnokságot. Az elején nem úgy mentünk ki, ahogy elvártam, nem volt a legmegfelelőbb hozzáállás, nem találtuk a játék ritmusát. Fél időben rendeztük a sorokat, cseréltünk, és a cserék is, Vaslevi is jól szállt be, és ugye ez a második fél időt pedig abszolút uraltuk. Az elején még volt egy kicsit zavar, de utána abszolút miénk volt a meccs. Vendégvezetés után volt egy gyanús eset a 16-oson belül. Te hogy láttad ezt? Hát játékvezető így döntött, lelke rajta. Én nem szeretnék, soha nem foglalkoztam eddig a játékvezetésre, nem is szeretnék. Szerintem ide-oda sokat tévedett. Úgy látta
cikk, hogy most tulajdonképpen sikerült megtalálni azt a csapatot a sok sérült ellenére, aki azért föl tudja venni szinte bárkivel a megye egyből a játék ritmust. Én is így látom, úgy látom, hogy a végére összeállt a brigád, egy fiatal, jó hozzáállású csapatunk van, jó a csapatmorál, nagyon egybe van a csapat az öltözőbe is, csapategység az tökéletesre sikerült, úgyhogy és ezáltal egymásért nagyon tudunk küzdeni, így azért jönnek az eredmények is. Lehet-e már tudni, hogy mi következik ezután? Tudjuk, hogy szünet lesz, most egy kis nyári szünet, azután pedig maradt tovább a játékos állomány, illetve az edző is? Hát most már mondhatom, hogy az edző marad, amit éppen a vezetőkkel megbeszéltünk a folytatásról, és úgy döntöttek, hogy a továbbiakban is én irányítom a csapatot. Amit kértem, a keretet szeretném egybe tartani. Én beszélgettem a játékosokkal egyenként, nagy örömömre szolgál, hogy mindenki azt mondta, hogy nagyon szeret itt játszani, és nem szeretne távozni. 2-3 fiatal játékos szeretnék idehozni, és akkor azt mondom, hogy csinálhatunk egy jó szezont. Most akkor egy egészen új csapat épül a tavalyihoz képest. Így van, egy abszolút fiatal. Ezt a szemléletet tartom a szemem előtt továbbiakban is, és bízom benne, hogy eredményes is lesz. Reméljük, a sérültek is felépülnek. Hát a Vujcs Viktor, rá számítok, bízom benne, hogy ő felépül, sajnos a testvére nem. Ő súlyos keresztszalag szakadást szenvedett, most műtötték pont kedden. Rá nem számíthatunk, ő majd maximum január-februárban tud bekapcsolódni. Vannak azért még maródiak a pályán, hiszen látszik egyik-másik játékoson, többek között Nasz Balázson is, hogy hol az egyik, hol a másik lábát fájlalja. Igen, hát ugye, amit mindig mondtam, itt a szezon vége elég sűrűre sikeredett, ugye szerda-szombat ritmusban egy hét alatt lenyomtunk 3 meccset, meg hát így a bajnokság végén már fáradtabbak a játékosok, de most lesz egy kis pihenő, bízom benne mindenki rendbe jön, és akkor teljes kerettel kezdhetjük a felkészülést július elején. Most tehát a jól megérdemelt nyári pihenő következik, ami, mint megtudtuk, nem lesz túl hosszú, ugyanis július 10-től már megkezdődik a felkészülés időszaka a fiúk számára. Időben el kell kezdenünk, hiszen augusztus elején már szokott kezdődni a bajnokság, úgyhogy sok időnk nem lesz felkészülni, de bízom benne, hogy ez idő alatt is el tudjuk végezni azt a munkát, amivel eredményt tudunk elérni. Ez most a te szempontodból is egy fontos mozzanat, hiszen gondolom, hogy a játékos pályafutásod után ezzel szeretnél foglalkozni, edzősködéssel. Mindenképpen, már ugye egész fiatalon elkezdtem ez irányba érdeklődni, megcsináltam az edzői vizsgákat is. Amit sokszor mondtam, hogy nagy meglepetésként ért ez, hogy felkértek erre a megtisztelő feladatra. Sokat gondolkoztam, azért mégiscsak fiatal vagyok, de végül úgy döntöttem, hogy elvállalom, és örülök neki, hogy azért mondhatom azt, hogy tudtam bizonyítani, hogy igenis tudok csapatot építeni. A srácok nagyon megtaláltuk a közös hangot, szeretnek, kiállnak értem, és akkor ez örülök, hogy eredményesek is tudtunk lenni. Méghozzá nem is akármennyire voltak eredményesek a KFC tagjai, ugyanis a nehéz szezonkezdést követően a tabella előkelő 5. helyén zárta a bajnokságot Kohány együttese. A Kalocsa környéki környezetvédelmi egyesület futóversenyt rendezett Meszesen. Az árvízvédelmi töltésen 2 távon indulhattak a versenyzők. A környezetvédelmi világnaphoz június 5-éhez kapcsolódik mindig ez a program. 1972-ben ekkor kezdődött ugyanis egy ENSZ konferencia, ami a környezetszennyezés következményeire, az együttgondolkodás hatékonyságára hívta fel a figyelmet. 2002-ben volt egy nagyon komoly árvíz, és akkor az akkori szakaszmérnök úrral, Csóka Zoltán úrral elhatároztuk, illetve ő volt a kezdeményező, hogy ennek emlékére rendezzünk közös futónapot. Én hozzátettem azt, hogy akkor kössük össze a környezetvédelmi világnappal június 5-ével, és akkor így alakult ez ki. Most már ez a 16. alkalom. És hát úgy látszik, hogy népszerűen már többen érdeklődtek, lesz-e, mikor lesz, hogy lesz, stb. Hát most volt a második olyan alkalom, amikor féltünk attól, hogy az eső elmossa. Egyszer már megpróbálta, de nem sikerült pár évvel ezelőtt, szerencsére most sem. Úgyhogy úgy látszik, hogy kedvező lesz az idő, és elég szépen jönnek össze. Megijedtem attól, hogy esetleg a hűvösebb idő visszatartja a futókat, de úgy látom, hogy nem, hála Istennek. Milyen távokon lehet versenyezni most? 3000 és 6000 méter. Tehát úgy, hogy 3000 métert úgy, hogy 1500-nál forduló, és a 6000-nél pedig 3000-nél fordulót kapnak egy ásványvizet,
és hát megjegyzik a kart, egy ilyen karkötőt kapnak, és arra bejegyzik, hogy oda éltet, tehát lefutották a távot. Most is volt gyerek az indulók között, aki kutyájával tette meg a távot. Leginkább a kalocsaiak és környékbeliek vesznek részt ezen a versenyen, de egy-két ember mindig jön más településről is. A legfiatalabb az, ha jól emlékszem, talán 6 éves volt, a legidősebb az 70 fölött volt. Pontosan nem tudom, talán 73. Volt olyan is, aki lejött Budapestről, lefutotta és elment vissza, meg is nyerte a távot, és ő mondta azt, hogy az a kuriózum ebben, hogy a töltése van a futás, nem salakon meg, nem tudom hol. Honnan érkeznek versenyzők? Inkább innen Kalocsáról, a környékről, vagy azért megy ennek a híre a futótársadalomban? Hát zömmel Kalocsáról és környék, de mondom, voltak már Bajáról, Szegedről is voltak, Budapestről, de az zömmel az egy Kalocsa és Kalocsa környéke. Mit kapnak a legjobbak? Mi a jutalom? 3 helyezés van mind a két távon, tehát a nőknek is, külön a férfiaknak is. Az első az 5000 forint, a második 3, a harmadik 2000 forint utalványt, vásárlási utalványt, és egy oklevelet. Leköszönő elnökként van most itt. Mi lesz ezzel a futással a továbbiakban? Én nagyon bízom benne, hogy ez továbbra is életben marad. Annak ellenére most is ugye úgy volt, hogy a bizonyos közbejött akadályok miatt a vízigazgatóság lemondta a közreműködést, tehát sem anyagilag, sem szervezésért nem tudott beszállni ebbe. Remélem, hogy majd visszatérnek. Így most magunkra maradtunk, de én akkor is azt mondtam, hogy megcsináljuk egyedül, mert nem szeretném, egyszer megszakad, azt még egyszer újraéleszteni, ez kizárt dolog, és én bízom abba, hogy hát az egyesetből nem léptem ki, tehát ha segítségre szólnak, akkor úgyis segítek, és ezt azért mondani fogom a kollégáknak, hogy ezt nem szabad elhagyni. Kétféle távon futhattak a versenyzők, 3000 és 6000 métert lehetett megtenni a töltésen. Volt, aki mindkét távon elindult. A 3 kilométeres verseny győztese szinte a célba érkezés utáni másodpercben kameránk elé állt. Az utolsó 500-600 méteren nagyon meg kellett futnom már szinte az egyéni legjobban felé, mert annyira elkezdett üldözni a srác, hogy mondom, vagy nem lesz meg az első hely, vagy meg lesz. Nem tudtam egyszerűen, hogy sikerülne, de bíztam magamra, és így összejött. Úgy jöttél ki, hogy mindenképpen valahol az elején szeretnél végezni? Igen, mi Kecskemétről pont azért jöttünk át, azért nekünk ez kicsit messzebb van, és akkor egy picit, hogy így az üzemanyag költségbe is visszatérjen ez az utalvány formába, hogyha úgy van. Milyen rendszeresen edzel? Heti 3-4 futok, attól függ, mennyi időm van. 30-40-50 kilométert maximum egy héten. Ezek nagyon rövid távok, nekem én inkább 5-7, meg 10 kilométeres versenyeken szoktam indulni. Ilyen 4 percen belüli kilométerekkel. Honnan tudtál meg erről a versenyről, hogy van itt Kalocsán egy ilyen verseny? Egy ismerősöm küldte át nekem, mert tudja, hogy szoktam futni, és hogy talán van esélyem így is átjönni Kecskemétre, hogy megéri ez így nekünk az üzemanyag miatt. Voltál itt korábban is? Nem, Kalocsán sem jártam még szerintem. Annyira nem. Milyen volt az idő, hiszen ugye reggel itt esett, elég párás most a levegő. Nagyon meleg van, fülesztő meleg van, eléggé zavarta is a futást, de még ez tűrhető, ez az időpont. Egy másfél-két órával később, hogyha lett volna ez a verseny, akkor nem biztos, hogy bírtam volna ezt 4 percen belül itt futni. Volt időd arra, hogy kicsit azért körbenéz, hiszen egy árvízvédelmi töltésen futni azért nem mindennapi élmény lehet. Nem, egyáltalán nem. Csak előre figyelek, az órámra figyelek, és hogy mit futok, meg az előttem lévő dolgokra, hogy ne bukjak fel mondjuk egy-egy ilyen kisebb sziklába, nagyobb sziklába, úgyhogy van. A napsütéses koranyári idő kimondottan kedvez a szabadtéri sportok szerelmeseinek, így többek közt a Kalocsai Tenisz Egyesület tagjainak is, akik már túl vannak az idei első versenyükön is. A meleg tavaszi időnek és a sok napsütésnek köszönhetően a tavalyi évhez képest az idén 3 héttel korábban elő tudták készíteni a sporttelep teniszpályáit a 2018-as szezonra. Minden ideális volt, pont elkaptuk azt a fonalat, amikor le lehet döngölni a pályát, illetve karba lehetett hozni, játékra alkalmasát tudtuk tenni. Hát ez avval jár, hogy egy fél napig itt dolgozik körülbelül 8-10 ember, és gyakorlatilag délután már lehet teniszezni. Tehát az időjárás kegyes volt hozzánk, és mi éltünk is ebben a lehetőséggel. Hát természetesen ilyenkor össze kell trombitálni a brigádot, és egy ilyen 10-15 ember az gyakorlatilag egy fél nap alatt játékra alkalmassá tette a pályát. És hogyan zajlik ilyenkor a klub élet, mikor szoktak a legtöbben kijárni ide a pályákra?
Hát a klub élet az gyakorlatilag egész éven keresztül, tehát nem számít, hogy tél van, hideg van, eső van. Itt minden csütörtökön klub élet van, illetve hát akinek van támad kedve sportolni, tehát tudunk pingpongozni, mert van akkor a helységünk. Bármikor jöhetnek pingpongozni, de a csütörtöki nap az általában az egy tuti biztos nap, akkor általában 15-20 ember összejön, kártyázunk, beszélgetünk, sakkozgatunk, pingpongozgatunk, tehát eltelik az este. A korai előkészületek után az első versenyre sem kellett sokat várni, hiszen a teniszklub 25 éves fennállását egy házi bajnoksággal ünnepelte a május 1-i hétvégén. Házi versenyt úgy kell érteni, hogy voltak itt Soltról és Haltáról is, tehát elég szép számú mezőny volt. 3 napra volt tervezve, volt egy vegyes páros versenyünk, az első nap, a másik nap egy férfi egyénünk, és a harmadik nap egy férfi páros versenyünk. A mozgalmas tavasz után és a folyamatosan pezsgő klub élet mellett a nyár is számos programot tartogat a tagság számára. Tudtuk meg Pásti Mihálytól, az egyesület elnökétől. Tavaly életre keltettünk egy triát kupa nevezetű sorozatot. Ez 3 városnak a jóvoltából van, a Kiskunhalas, Kiskörös és Kalocsa. Ez úgy működik, hogy tehát 3 város, mindegyik város 1 évet bevállal, amikor most például mi leszünk a sorosak, és a Kiskunhalas meg a Kiskörösnek a úgymond játékosai eljönnek ide hozzánk, és egy egész napos ilyen, hát ilyen kötetlen verseny, ilyen, hát ilyen inkább barátság kedvéért, de közben főzünk egy ebédet is, hogy ne legyenek ilyesek az emberek, van büfénk is, és akkor jövőre a Kiskörös csináljuk, utána meg a Kiskunhalasa. Amikor ennek a triát kupának vége van, akkor júliusban van a Molnár János emlékversenyünk, augusztus elején pedig a Kiskunhalassal van egy külön barátságos mérkőzésünk minden évben, egyszer itt, egyszer ott, és közben van szeptemberben egy házi versenyünk is, tehát van elfoglaltságunk azért rendesen. Mi a helyzet azokkal, akik nem tagjai a klubnak, de kedvet kapnak ahhoz, hogy kipróbálják a teniszt? Hát erre is van lehetőség, már évek óta meghirdettük azt a programot, hogy vasárnap, illetve szombaton délelőtt bárki bejöhet ingyen és bérmentve teniszezni. Természetesen ehhez kell a megfelelő sportruházat, illetve a cipő a legfontosabb, hogy ne valaki túra bakancsba jön ide be teniszezni. De hogyha valaki megfelelő ruházattal és elszántsággal jön, annak nagyon szívesen biztosítjuk a pályákat, tehát gyakorlatilag szombaton délelőtt bárki teniszezhet ingyen és bérmentve. Sőt, ha még kell, segítünk, adunk ütőt is, labdát is, ha valakinek ez sincs, de ha valaki igényli, hogy esetleg mutassuk már neki meg az alapütéseket, ezt is nagyon szívesen most nem azt mondom, hogy itt órák hosszát magyarázunk, mert az már edzésnek minősül, ne, de segítünk ebbe is, hogy valaki előrébb jusson ebbe a helyzetbe is. Tehát 4 pályánk van, gyakorlatilag ez a 3 pályánk, ami által mögött van, ez egybe van, és 50 méterre van egy pályánk, amit edzésekre, hogyha nincs akkora igény, hogy egy pályán tudunk edzeni, akkor az egy pálya kimondani edzésre szolgál, de hogyha annyi jelentkező, hogy a fönti pályára is ide szorulnak a tanítványok, akkor akár itt is van edzés. A klubnak a zöme ezt a fönti 3 pályát szereti, ugye, mert itt kéznél van a büfé, itt több ember van, de hogyha nagyon muszáj, sokan vagyunk, akkor lemegyünk a lenti pályára is játszani. Milyen felszerelések kellenek azoknak, akik szeretnék kipróbálni a teniszt? Hát ugye már említettem, elsősorban olyan megfelelő lábbeli, ami nem szántja fel a salagot, mert utána a pályagondnokunknak igen sok munkája van, hogyha valaki ilyen túra cipőbe, vagy tehát nem teniszre, salakra alkalmas cipőbe játszik, de igazán egy rendes tornacipő is megteszi, úgyhogy hát nyilván kell hozzá ütő meg labda, egy póló meg egy gatya, általában a lányok már nem szoknyát viselnek, hanem nadrágot vagy kisgatyát, úgyhogy nem kell hozzá igazán sok dolog, de itt a klubban is tudunk kölcsönadni is, tehát venni se kell, hogyha valaki csak ki akarja próbálni, vagy éppen 2-3-szor akarja, akkor szívesen nem kell bevásárolni, adunk ütőt is. És mi a helyzet azokkal, akik esetleg megszeretik ezt a sportágat és szeretnének csatlakozni a klubhoz? Hogyan épül föl most a klub tagsága? Beszélhetünk akár egy kicsit arról is, hogy milyen korosztályban, és hogy például a fiatalokat érdekli ez a sportág? Hát a kérdés elejére válaszolva, a tagságunk létszám az 48 és 52 között változik. A tavalyi létszámunk az éppen 49 volt,
Hát úgymond ez olyan, ez az 50-es létszám körülbelül ez úgy reális is mindig, de ahogy számoltuk egy olyan, tehát ez a négy pálya olyan 60-70 embert simán elbírna, mert ugye tudni kell, hiába vagyunk 50-en, akik rendszeresen kijárnak, mondjuk a rendszeresség alatt azt értem, hogy legalább hetente háromszor, ilyen körülbelül 20-25 ember van, az összes többi az inkább vasárnap délelőtt kijön, vagy minden második vasárnap délelőtt, vagy csak ehhoz a családot pötyörésznek. Tehát ilyenek is vannak, de ők is klubtagok, tehát ugyanúgy kell kezelni őket is, mint akik hetente kín vannak négyszer. Hát ha valaki klubtagságot forgat a fejébe, annak először azt javaslom, hogy jöjjön ki ide teniszezni, szagoljon bele ebbe a világba, és hogyha nagyon tetszik neki ez a millió, ami mi vagyunk itt pillanatnyilag, akkor nagyon szívesen elnavigáljuk itt a tagság fele. De nem olyan egyszerű, hogy csak idejök és tag leszek, és fővesszük és kész, hanem vannak kritériumok, de ezt személyesen nagyon szívesen elmondom, hogyha valaki klubtagságot akar fölvenni. És akkor mi a helyzet a fiatalokkal? Mennyire tetszik nekik ez a sport? Vannak-e utánpótlás teniszezők itt Kalocsán? Hát igen, már kicsit nehezebb a dolog. Pillanatnyilag egy edzővel dolgozik a szakosztály, Pécsi István nevében. Én egy évvel hagytam abba, mert a munkakörülményeim nem engedték meg, hogy, illetve teljesen bizonytalan volt a létem. A Pista az foglalkozik fiatalokkal és felnőttekkel is. Azt látom, hogy a fiatalok azokon egy-két év után, vagy azt mondom, hogy egy nyár után megunják a dolgot, ugye mert ez egyéni sportág, itt magadé vagy, kiállsz vagy nem, és úgy látom, hogy mai gyerekek egy kicsit könnyen feladják a dolgokat. Hogyha a szülő kicsit unszolja, akkor maximum két év, de nincs tovább. Tehát gyakorlatilag olyan utánpótlás korú játékosunk, aki 16, mondjuk 18 vagy 20 éves, nincs is. Múltkor éppen összeszámoltuk a klubba vagyunk ugye 49-en, és 50 év fölött van az átlag életkorunk. Tehát ránk is rám fér egy fiatalítás, csak nehéz. Vannak esetleg olyanok, akik korábban kipróbálták, hisz ugye elhangzott, hogy éppen most volt születésnapos a klub, hogy esetleg visszajöttek később, hogy igenis hobbiként, egy kicsit a mozgás szeretete miatt x év után visszajöttek ide. Igen, van ilyen is, aki mondjuk 5 év ezelőtt még aktív tag volt, illetve hát megtartotta a tagságát, de nem láttuk sose. Minden évben befizette a tagdíjat, aztán 5 évig nem jött, és akkor egyszer csak jött és mondta, hogy teniszezni szeretne, és onnantól kezdve most megint teniszezik. Tehát ilyenek mindig vannak, nem is egy több is van, aki 10 év kihagyás után jött vissza hozzánk. Aki tehát szeretné, kipróbálhatja itt Kalocsán is a teniszt, kortól, nemtől függetlenül, hiszen a klub vezetői szeretettel várják az érdeklődőket és sportolni vágyókat egyaránt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!